A miniszterelnök hivatalától nem messze szerzett egy önkormányzati lakást Bajer Zsolt fideszes publicista, a békemenetek szervezője 2 éve. Ahogy sokan mások, ő is cserével jutott az olcsóvári lakás bérleti jogához. Ezt egyébként lehetővé teszik a jogszabályok. A 24.hu-nak korábban először tagadta, majd elismerte, hogy egy Pilis-Szentkereszti ház tulajdonjogát adták a bérleti jogját cserébe, az ingatlan pedig később visszavásárolták. Visszavásárolták? Nyert. Hát akkor tulajdonképpen a lakáscsere az falból volt. Nem. Az egy trükk volt, nem? Hiszen visszavásároltak. Hát és? Idén a 24.hu megírta, nem is egy, hanem 2 lakást szerzett így Bajer Zsolt. Az azonnali.hu-nak most adott hosszú interjújában elismerte, hogy valóban ezzel a módszerrel fizetett mindkét lakásért, ugyanakkor szerinte a várba költözők többsége így csinálja. Azt mondta, amikor megszerezte a lakásokat, nem volt tisztában azzal, hogy a lakástörvény mit ír elő. Úgy fogalmazott, szerintem a világ legnagyobb baromsága, hogy ez így van. Egyrészt kvázi mindenki bele van kényszerítve, hogy úgymond törvénytelenséget kövessen el. Megkeresésünkre Budavár párbeszédes polgármestere azt mondta, valóban voltak Bajer Zsoltéhoz hasonló ingatlan ügyletek, de ezt a gyakorlatot még az előző fideszes városvezetés alakította ki. Ők pedig felülvizsgálják a korábbi szerződéseket. Lehet vitatkozni különböző törvényeken, viszont be kell őket tartani. Én, mint polgármester, ragaszkodom hozzá, hogy betartsam őket. Bajer Zsolt híradónak azt írta, fogalma sem volt arról, mit ír elő a lakástörvény, követte az ügyvédek utasításait. Szerinte nem csalt, és legfőképpen senkinek nem okozott kárt.